Székesfehérváron a Magyar Honvédség parancsnokságán tartott előadást nyugállományú katonáknak és honvédségi nyugdíjasoknak Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Előadása kezdetén kijelentette, hazánk védelme a mi kötelességünk. Ehhez azonban nem csak modern és korszerű haditechnikai eszközökre van szükség, hanem jól felkészült, a haza iránt elkötelezett, lojális katonákra is. Nagyon fontos az, hogy a nemzeti képesség, a nemzeti önrendelkezés, a nemzeti önerő az legyen erős és meghatározott. Ezért építjük többek között a Magyar Honvédséget. A miniszter kitért a rendszerváltást követő évtizedekre is. Mint elmondta, nehéz körülmények közül kellett kiemelni a Magyar Honvédséget annak érdekében, hogy elérje azt a folyamatosan növekvő és fejlődő pályát, amelyen jelenleg van. Mindezt a törekvés szolgálja a honvédelmi és haderőfejlesztési program, amelynek egyik oldalán technikai eszközök beszerzése, szerződések, hadrendbeállítás áll, a másik oldalon pedig maga a katona és a katonai életpálya. A program különböző elemeit említve Benkő Tibor aláhúzta, hogy számít a nyugállományú katonák a nyugdíjasok tapasztalatára és munkájára. Legyenek önök is részesei ennek a honvédelmi haderőfejlesztési programnak. Én azt szeretném. Felkészültségük, gyakorlatuk, tapasztalatuk, elkötelezettségük volt a honvédelem iránt mindig. Akkor segítsenek nekünk egy olyan honvédséget építeni, amelyre majd büszkék lehetünk. Kiemelte, hogy Ruszin Szendi Romulus vezérőrnagynak, a Magyar Honvédség új parancsnokának az egyik kiemelt feladata a nyugállományú katonákkal való kapcsolattartás erősítése, hogy érezzék, ők is a honvédség nagy családjába tartoznak.